Az elején kicsit döcögős volt, de azért erre számítottunk, nem minden nap játszunk 6000 ember előtt. Nagyon jó volt az élmény, nagyon jó volt az egész közönség, köszönjük nekik, hogy ennyien eljöttek, és hát Montenegro megmutatta, hogy kemény ellenfél, nagyon sok kemény meccsünk lesz, még ugye a legfontosabb a 29-i negyeddöntő, talán a következő két mérkőzés ad arra esélyt, hogy egy-két dolgot tudjunk átgyakorolni, és volt ott a közepe felé, el tudtunk lépni 4-5 góllal, az egész jó volt, de aztán volt egy kis alvásot, kaptunk zsinórba 3 gólt, azt majd a jövőben javítjuk, de azért összességben magabiztos győzelmet arattunk. Ez tényleg óriási élmény volt, hogy végig buzdítottak minket, és bárhogy álltunk, mondjuk annyira rosszul nem álltunk, talán egyszer vezettek ők, de végig velünk voltak, és erre számítunk a jövőben is, hogy végig teltház előtt játszhatunk, óriási élmény ez nekünk.